Üdvözlök mindenkit! Itt Muszti Szempály! Ebben a videóban a 10 legférfiasabb férfi anime karaktert fogom nektek bemutatni. Feltételek közé tartozik természetesen az, hogy egyik se lehet töketlen, és emellett valami más értékének is lennie kell. Most pedig lássuk is a 10 jelöltet. De mielőtt látnánk a jelölteket, azért köszönjük meg Muszti Szempálynak, hogy beugrott egy kis intróra. Itt Dusty, szokás szerint, úgyhogy most már tényleg lássuk azt a 10 nevet. 10. helyen Yugi áll a Yu-Gi-Oh-ból, pontosabban a fáraó. De miért is van egyáltalán listán, amikor a bőrszárkóján kívül semmi férfias nincs benne? Na majd, ha ti is képesek lesztek világot menteni kártyajátékokkal, akkor beszélgethetünk a férfiasság fogalmáról. 9. helyen a producer áll az Idol Masters Cinderella Girls-ből. Külsőleg elsőre egy elég ijesztő üzletembernek tűnik, aki mellesleg elég magas és testes, de ettől még nem lenne rajta a listán. Egy férfinak viszont nem csak, hogy ilyennek kell lennie, hanem azért ilyennek is lennie kell, és itt nem a süsűségre gondolok, hanem éppen ellenkezőleg intelligencia. Az azért nem semmi dolog, hogyha valaki az üzleti életben érvényesülni tud, és másokban meg tudja keresni és találni az értéket. Szóval a férfiasság az nem csak egy oldalú, hanem sok oldalú dolog. 8. helyen Kogami Shinya áll a Psycho Passból. Csak nézzétek meg, csak nézzétek rá, nem áll belőle a manliness. Erősebb ösztönei vannak, mint egy falka oroszlánnak. Úgy ki tudja szagolni a dolgokat, az ügyeket, hogy csak néz az ember. Ráadásul azért valójában elég menő szövegei vannak, és a fegyverrel is elég jól tud bánni, ami már a vadnyugat óta elég hasznos képesség, szóval azért ezt érdemes megemlíteni. 7. helyen Yagami Kazuma áll a Kazeno Stigmából. Nála hidegvérű anime karakter nagyon kevés van. Azt meg kell hagyni, ráadásul ezek a szélmágiái is nagyon ott vannak a szeren. Ugye ő a tipikus OP kategória. De azért az nem semmi megint csak, hogy így lágyok haját szaglásza az animében. Szóval azért van önbizalma is, és azért az a férfiasságnak egy elég nyilvánvaló jele. Az önbizalom és magabiztosság. Dante a Devil May Cry-ból. Sokkal magasabb helyre is tehettem volna, mert szerintem senki nincs olyan, aki nem ismeri Dantét ezen a ponton, de mivel nagyon-nagyon kevesen ismerik az animéből, ezért nem raktam bele az öt legjobba, pedig lazán ott lehetne. Ha valaki esetleg nem ismeri Dantét, az szerintem szégyelje magát és kapcsolja ki a videót, aztán kezdjen el valami Devil May Cry játékkal nagyon gyorsan és sürgősen játszani. De még előtte azért elmondanám, hogy egy hihetetlenül vagány, egy nagyon erős, egy nagyon nagy önbizalommal bíró szeméről van szó. És ha a játékokat veszem figyelembe, akkor tényleg a szövegeiről. Nem azt mondom, hogy híres, de nagyon benne van a népszerűségében. Na majd aztán azért megnézem, hogy ki tud csak pizzán élni. Lembrick a Jormungandból. Csak nézzetek rá! Csak nézzetek rá! Ilyen egy igazi veterán. És még veterán korában is harcol. Ráadásul nem is akárki bérelte fel, hanem egy fegyverkereskedő, aki járja a világot. Szóval még csak nem is ilyen nyugis meló. Sosincs teljes biztonságban, mindig ki van téve dolgoknak, de nem is ez a lényeg. Nagyon higgadt, megfontolt és tapasztalt emberről van szó, aki már nagyon sok mindent látott. És úgy ismeri a saját mesterlövész puskáját, mint a saját tenyerét. Emellett az újoncoknak elég nagy inspirációt adhat, szóval még egy példaképnek is el tudom képzelni. Afro az Afro Samurai-ból. Ennek az embernek van egy víziója, van egy elképzelése és van egy célja. Ő azt megvalósítja és semmi nem akadályozhatja meg. Hihetetlenül erős, gyors és megfontolt, és csak akkor beszél, hogyha valakit el kell csendesíteni, mert már az agyalára megy. Éppen ezért gyakran csak annyit hallhatunk tőle, hogy hoppa be. Felesleg a nőkkel is elég jól tud bánni, ami a elég hasznos képesség. Kazami Uji a Gris Ayano sorozatból. Elsőre egy elég vézna fiatal embernek tűnhet, már ami le nem kerül a pólója, de ebbe most nem megyünk bele. Elég durva gyerekkora volt és senkinek nem kívánnám. Gyakorlatilag az élet nevelte olyan manlyvé, mint amilyen most. De az tök mindegy, hol szerezzük be a manly képességeinket, az a lényeg, hogy megvannak. És bizony Yuji-ben nagyon sok van. Egyrészt baromi erős, jól tud bánni a fegyverekkel, de meg a nőkkel is. És olyan egyedi módon tudja megoldani mindenkinek a problémát, mint senki más. Azért ez nem mindegy. Egy kicsi Onizuka a Great Teacher Onizukából. Ti is 500 fekültámasz, 1000 húzózkodás, és 2000 hindugugolással kezditek a napot? Mert Onizuka igen.
És amíg az nem lenne elég, hogy piszok nagy kalapáccsal, amit sokan felzsebírának emelni, ilyen baromi vastag falakat tud széttörni, emellett azért van egy kis gódja is. Tehát ő a diákjainak a tananyag mellett, amit elég mellékesnek tart, az életbeli dolgokat szeretné elsősorban megtanítani, ami azért elég fontos dolog. A menni lesznek egy elég erős forrása. És ha meg tudjuk állni a helyüket az életben, azért az már fél siker. És az első helyen Masasanál a Setona Hanayomé-ból. Nem márhat belőle a manliness? Hihetetlen nagy élettapasztalattal rendelkezik, tehát olyan filozófiával teli beszédeket mond, hogy bárkit megihlet és meghat. A harca kerül a sor, akkor szintén nagyon otthon a szeren, és már sokakat az levesz a lábáról, hogy ha egyáltalán meglátják. És ez bizonyítja a legjobban azt, hogy olyan szintű manliness árad belőle, mint senki másból az eddig látott animéim során. Érdemes még megjegyezni Tigger Woolmondot és Tatsuját ebből a két animéből, mert ugyan nekik a személyiségeik, fogjuk rá, hogy egész átlagosak, bár az Tatsujának van egy-két egész ilyen szép fiús szövege, de azért az egy elég jó alap, hogyha vannak olyan képességeink, amit hogyha azért megvillogtatunk, akkor fel tudjuk magunkra hívni a hölgyek figyelmét. Itt a videó végén még elmondanám, hogy tudom, hogy több melli anime karakter is létezik, akikről tudok, de azért nem vettem be őket a listára, mert nem láttam még az animéjüket. Ezek szimplán azokból az animékből vannak, amiket én is láttam. A videó végi kérdés pedig az lesz, hogy ti mellinek érzitek-e magatokat, illetve szerintetek ki a legmellibb anime karakter? Szokás szerint köszönjük a figyelmet, a következő videó, hogy pedig legyetek ti is mellik, és sziasztok!